A Szabadkai Ideiglenes Befogadó Központban élők körében egyre nagyobb az elégedetlenség az új magyar jogszabályok miatt. Az itt dolgozók azt mondják, előbb-utóbb komolyabb tüntetésre, zavargásokra is számítani lehet, ez pedig csak az embercsempészet további felvirágoztatásának kedvezhet. A tranzitzónából szerda délelőtt a Szabadkai Befogadó Központba érkezett az első migráns, akinek menedékkérelmét elutasították a magyar hatóságok. A szomáliai férfi azt mondta, az édesanyja tanácsolta, hogy próbáljon jobb életet keresni. Fogta az útlevelét, de úgy gondolta, megpróbál illegálisan Európába menni. Svédországba érkezett, menedéket kért, 2 évet töltött ott. Végül elutasították, ezért továbbállt, hogy megtudja, befogadják-e máshol. They give me restriction in Sweden. That's why I didn't sleep anymore in Sweden. They didn't accept. They accept my asylum seeking, but they didn't accept my case. So they give you negative. That's why. In Sweden they give you negative. Yes. And they told you to go where? No, they didn't tell me no. This is my choice to come in Hungary to seek another, to get some passport and to leave or to travel. That's why. And basically they send you to Serbia. Huh? They send you to Serbia. Yep. A szomáliai fiatalember tudja, hogy illegálisan tartózkodott az EU-ban, mégis sérelmezi, ahogyan bántak vele Magyarországon, és amikor visszaküldték ide, Szerbiában is. I was seeking asylum like regular people, everybody. I'm not born here. I came here. Then I seek asylum and I didn't write the rules. They European did, you know. Then I seek asylum. Then they told me we will take you in close camp and two searchers handcuff me. Then they say like we search you. Then we will take you to close camp. Then I waited. Then they say paper done, everything. We go in. Then we go. We take another station. They search me everything. They make me naked, everything like. Then. They told me like you will go to the near border and we will tell you we will continue to our investigation, then you will seek asylum there, then we will take you back. Then about they take me, I don't know, 3 hours in a car. They lock me the car. I was in like an hour they in the border, they talking. Then after they talking, they say like, we will take you this far, this the office, you know. Then I say like, what's going on, what's happening? Mint a bevándorlók többsége, ő sem akar Szerbiában maradni.